szép jó estét kívánok mindenkinek! Újra itt van a december, és természetesen, ahogy ígértem még az előző videókban, megint van kincsrejtés, úgyhogy erre készültem. Tavaly nagyon-nagyon élveztük, amikor rengeteg, gyakorlatilag az egész országba rejtettünk ilyen kis kincses dobozokat. Nagyon-nagyon sok mindent lehetett nyerni, aztán volt országos sorshúzás is. Úgyhogy most idén megint lesz egy néhány ilyen fajta rejtés. Kezdeném is itt Marosvásárhelyen, és hát megpróbálok egy-két olyan helyen rejteni, ahol ilyen gyönyörű, szép karácsonyi díszítés van. Úgyhogy megyek, keresek egy-két ilyen helyet. Ami nagyon-nagyon fontos az, hogy aki megtalálja ezt a csomagot, az küldje be nekünk e-mailen hát egy ilyen rövid leírás, hogy hol és melyik csomagot találta meg. Természetesen közzé fogjuk tenni a nyerteseket is. És hát a csomagban most jelen pillanatban első körben 100 leértékben fogunk elrejteni adventi operett gála esti jegyet, ami természetesen a Budapesti Operett Színház előadásáról van szó. És jelen pillanatban pontosabban a marosvásárhelyi előadásról, ami december 16-án lesz Marosvásárhelyen. Úgyhogy igyekezzenek, hogy találják meg minél hamarabb ezeket a csomagokat, még mindenképpen 16-a előtt. Kijönni a Marosvásárhely központjába, ugyanis nagyon-nagyon szép a karácsonyi díszítés. Karácsonyi vásár, nagyon-nagyon sok jó programot, meleg bort, forralbort, mindenféle finomságot lehet itt fogyasztani. Úgyhogy ki is néztem az első helyszínt, úgyhogy tartsatok velem. Nagyon egyszerű lesz egyébként a rejtés. Itt van a karácsonyfa. Ahogy állunk, a jobb oldalán van a Bolyai utca, és itt van ez a kis Mikulás ház. És ennek a Mikulás háznak a háta mögött itt van ez a kis dísz. És ide van elrejtve a kis csomag. Itt a hátam mögött van az első csomag elrejtve a kis Mikulás háznak a hátsó részében, úgyhogy sok sikert! Mindenképpen a nagy kérésem még az lenne, hogy aki megtalálja ezt a csomagot ott azon a helyszínen, ugyanúgy, mint tavaly is, készítsen egy fényképet, és azt küldje be nekünk, akár a Facebook oldalra, akár egy e-mail címre, amit most ki fogok ide írni a kép alá. Mi is lehetne jobb hely Marosvásárhelyen a második kincsrejtéshez?
mint a Marosvásárhelyi vár. Sajnos nagyon erős a köd, úgyhogy nem nagyon lehet látni, de megpróbálok találni egy jó kis helyet. Meg is van a helyszín, ott van a Bulevárt felőli bejárat. Itt megyünk hátra a Korcsolya pályához. Ott látszik hátul korcsolyáznak is. Itt van rögtön jobbra ez a kis kút. És a kút mögött van ez a fa, amire nyáron olyan jó ki lehet ülni egyébként. És itt van eldugva a második csomag. Ennél a fánál konkrétan ott. Ilyenkor mindig nagyon oda kell figyelni, hogy ne valaki itt legyen és meg lesse, hogy hol van eldugva. Úgyhogy sok siker. Ne felejtjétek a második csomagnál is készíteni egy képet a kis csomaggal, hogy hol találtátok meg, és küldjétek el nekem az a e-mail címre, amit itt a képernyőn láthattuk most. Ez volt a 2019-es első kincskeresős játékunk. Kívánok nagyon sok sikert, és legyetek részem, mert természetesen következik, és lesz még sok ilyen rejtésünk most ebben a hónapban, nem csak Marosvásárhelyen, hanem egész országban, úgyhogy nagyon sok sikert, és várom a fotókat.